Csapó. Csapó 1. És tessék. A hideg idő miatt ugyan nem a kedvenc diófája árnyékában, hanem a Pomázi otthonának nappaliában beszélgettünk az MTK-val 1999-ben, valamint 2003-ban is bajnoki címet szerző legendás edzőnkkel Egervári Sándorral, de örömmel nyugtáztuk, hogy a 2018. augusztus 27-én agyvérzés kapu a felépülésért azóta hihetetlen elszántsággal küzdő szakember, ugyanolyan életvidám, mint amilyennek korábban is láthattuk az öltözőben, vagy éppen a pálya szélén. Hála jó Istennek, egészségileg rendben vagyok. Csak ez az agyvérzés utáni állapotom, hogy mozgáskorlátozott lettem, ez erősen befolyásolja időnként a hangulatomat, a szabadságfokomat, jelentősen csökkent. Házamat körbe tudom sétálni a bot segítségével, kiülök a kertbe a diófám alá, ami kedvenc időtöltésem, de ez ilyen 50-100 méteres sétákra megfelelő jelen pillanatban a bal lábam. A rengeteg szép és igazán sikeres időszakra való emlékezés mindig gyógyír a fájdalmakra, de az igazi támaszt a sportbarátság jelenti számára. Akasztottak néhány aranyérmet a nyakamba, de egyik se ér fel azzal, hogy amit kapok én a volt játékosaimtól, azt a barátságot, tiszteletet, megbecsülést, ami rettenetesen jól esik a mai napokban. Fiatal emberként az élet nagy szerencséjére éppen a legendás világhírű magyar labdarúgó az aranycsapat kiemelkedő csatára mellé sodorta, aki ez idő tájt már edzőként tevékenykedett. Kedvenc edzőm is Hidekuti Nándor, aki közismertem, ma már nyilván a stadion névadója is. Kiváló edző volt, én nagyon szerettem a Nándi bácsit. Nagyszerű rúgó technikája volt az öregnek. Mindig panaszkodott a kapusunk, hogy hú, az öreg levetkőzött, azt mondja, hogy nagy szóba vagyok. Megmondta neki, hogy jobb kapufához megy, bal kapufához, hiába tudtam előre, akkor se tudtam megfogni. Stadionunk névadójával az évszázad mérkőzésén mesterhármas szerző Hidekuti Nándorral, becenevén az öreggel való közös munkáról szívmelengető történetet idézett fel a kedvünkért. Dobogó esélyesek voltunk, felkészülés sikerült, nagyon jó volt minden. Na de az első meccsen Kecskeméten kaptunk egy 4-est. Az öreg beljesen berágott ránk, csapta az ajtót meccs végén. Magukkal, még a buszra se ülök föl egy társaságban, megsértődött. Hú, mondom, milyen edzés lesz itt hétfőn. Nándi bácsi hétfőn, én fiatal játékos voltam, kint a pályán, a távolugró homokozójába bográcsot melegít. Hú, mondom, Nándi bácsi, milyen edzés lesz ma? Edzés? Mi a maguknak már elnézést. Edzettünk eleget, mégis kaptak 4-et. Megesszük ezt a finom halászlét, és majd csinálunk jövő hétre egy jobb csapatot. 10 héten keresztül nem kaptunk ki. Tehát nem mindig a büntető edzés a fontos, hanem hogy kollektívát csináljunk, értsétek meg című. Ott az öreg mondott egy pár szót nekünk, megitatott velünk egy pár pohár bort is. Jól éreztük magunkat. Tehát nevelni kell, tehát a fehér asztalnál a játékosokat sokszor le kell ültetni, hogy kibeszéljük egymás problémáit. Á, nagyszerű ember volt az öreg. Egervári Sándor szerepelt a Honvéd, a Szeged, az MTK színeiben, csak nem 200 meccset játszott az NB1-ben, aztán 31 évesen edzőnek állt. És hogy mit is jelent számára a Kékfehér klub? Hát 4 évet voltam ott játékos, bronzéremig jutottunk a Mezei Gyuri edzői munkásságának eredményeként. Nagyszerű futballistákkal játszhattam együtt, és nagyon szép időszaka volt az is az életemnek. Rengeteg barátot szereztem, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Jól éreztem magam nagyon. És eltöltöttem 4 évet edzőként is, 2 részletben. Magyar kupa győztesek voltunk, bajnokságot nyertünk 2-szer az MTK-val, tehát nyilván én nekem ez nagyon nagy élményt adott,
a mai napig is támaszkodhatom ezekre a barátságokra, amit ott szereztem. Amíg a játékos karrierednél maradunk, akkor mondtad, hogy mindenképpen kérdezzek rá arra, hogy hány gólt szereztél hátvédként. Hát ezt a kérdést nem szerettem, mert annak idején a Molnár Zoli a kedvenc jobb hátvédünk volt az MTK-ban is, nekem a BVSC-ben is, meg Dunafernél is. A Zoli végig kísérte a pályafutásomat. Mindig zikált azzal, hogy ő mennyi gólt rúgott, és én nem rúgtam gólt. De az én időmben nagyon nem engedték föl a bekeket a félpályán túlra. Úgyhogy nincs, NB1-ben nem szereztem gólt. Az 1998-as, 1999-es élvonalbeli pontvadászatban 18 csapat küzdött a bajnoki címért, az MTK hatalmas fölénnyel 21. bajnoki címét szerezte meg a Ferencváros, valamint az Újpest előtt. Egervári Sándort pedig arról foggattuk, hogy ennek a komoly sikernek mi is volt a kulcsa. Ahogy megérkeztem az öltözőbe, mindjárt találtam olyan biztos pontokat, amire lehet építeni, tehát kell egy közösségnek egy nagyon jó alap, amire aztán támaszkodhatnak a többiek. Nagyszerű képességekkel rendelkező, nagyszerű emberi tulajdonságokkal rendelkező játékosaim voltak, és kezdtem egységesíteni ezt a csapatot. Én úgy érzem, hogy az első év során a magyar kupát megnyerve nyugodtan indulhatunk neki a következő bajnoki évnek, amiben a közismert már 19 ponttal nyertük a bajnokságot. Bemész egy öltözőbe, ott hitelesnek kell lenned. Nyilván a őszinte pedagógiával, amivel beérkeztünk egy-egy öltözőbe, az MTK-ba is megtette a hatását. Elfogadtak engem, meg azokat az értékeket, amiket elvártam a közös munkásságunk során. Persze, ahogy mondani szokás, minden kezdet nehéz. Erről is őszintén vallott a későbbi szövetségi kapitány. Volt nekem olyan időszakom, amikor a Halmai Gabiéknak a korosztályával próbáltuk egy új védekezési formát, amit a BVSC-vel már nagyon jól alkalmaztunk, és olyan ellenállásba csöppentem, hogy a Lőrinc Emillék meg Kutor Attiláék panaszkodtak az akkori MTK tulajdonosának, a Várszegi Gábornak, aki mondta, hogy hagyd már abba ezt a tolódásos védekezés Sanyikán, mert követő emberfogásban ők jobban föltalálták magukat. Mondom, hagyjatok még nekem egy pár hónapot, ami a felkészülés időszakában volt, nem is hónap, inkább hét. És aztán egyszer csak varázsütéssel kezdett működni a dolog, és hát onnantól kezdve 19 ponttal nyertünk bajnokságot 1999-ben. Nem volt egyszerű dolog, kellett az a magabiztosság, amit megszereztem már a BVSC-nél a Mezei Gyuri segítségével, és azt nagyon szisztematikusan be is gyakoroltuk. Álmából felébresztve is tudja az akkori aranyos csapat összetételét, és azt is, hogy miért jutottak el közösen a csúcsra. Pálya tengelyében milyen játékosaim voltak, talán ez nem mellékes, a többi sem mellette, de nyilván a Babos volt a kapusunk, a Gábor, Lőrinc Emil a középső védő, Halmai Gabi a középpálya a közepén, Illés Béla, mint játékszervező és gólvágó, Orosz Feri. Zseniális futballisták voltak. Nagyon sajnálom, hogy a mai napig nem látok én igazából ilyen képzett játékosokat, mint amilyenek ott nekem az MTK-ban voltak. Egyéniségek is voltak, tehát emberileg is olyan kisugárzásuk volt, mint a Halmai Gabinak is, aki kikövetelte magától is, meg a mellette, körülötte játszóktól is azt a szenvedélyt, ami nélkül nem lehet igazából jó teljesítményt letenni a pályán. Felesége elvesztése hatalmas űrt hagyott a szívében, de a pótolhatatlan veszteség mellett azért nagyon boldogan tekint vissza az elmúlt több mint 70 évre. Két fontos támasza a családja, valamint a labdarúgás ugyanis mind a mai napig rengeteg örömöt ad neki. Elégedett ember vagyok az életem jelentős részével. Ez az utóbbi 3 év, ez egy ingert szegény, mozgás szegény állapot, de el kell fogadnom, hogy
ilyen is van az ember életében, bármennyire nehéz is ezt elfogadni.